Generációkat nevel a tánc szenvedélyére, egymás szeretetére és a hitelességre az 1992-ben alakult Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes. A 23 éves csapat munkájában gyerekek és felnőttek egyaránt szép számmal vesznek részt. Az együttes 3 éves kortól a szenior korosztályig összesen mintegy 120 táncossal, tavaly óta immár 6 csoportban működik. Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes tagjainak törekvése környezetüket olyan közösséggé formálni, ahol a táncosok megtanulhatják a népi hagyományok tiszteletét, a szabadidő kultúrát eltöltését és a mozgás szeretetét is. A magyarság kulturális értékeinek, hagyományainak ápolása mellett az együttes célja a helyi szlovák örökség felelevenítése, megőrzése is. A táncegyüttes évről évre rendszeresen közreműködik a helyi rendezvények nagy részén, emellett a néptáncot éltető neves eseményeken országszerte is képviseli Kistarcsát. Évente egyszer önálló estet adnak, melyre 2016-ban február 6-án került sor Budapesten, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ közel 500 fős színház termében. A Nem hajnalig, örökig, szakadatlan örömig címet viselő teltházas gála előadáson az együttes elnöke Tóth Pál üdvözölte a közönséget. Szeretettel köszöntöm Önöket a Pannónia Néptánc Együttes fennállásának 23. évfordulójára rendezett gála műsorán. Az együttes továbbra is kiemelt célként kezeli a magyar és bővebben a Kárpát-medence népi hagyományainak ápolását és terjesztését, beleértve ebbe a táncot, az éneket és a népszokásokat is. Elmúlt évben az általános iskolás korosztály létszáma oly mértékben megnőtt, hogy szét kellett választani koruk szerint két részre a csapatot, és beindítottunk még egy csoportot. Így jelenleg az együttesben 6 korcsoportban, a legifjabb pöttömöktől a legtapasztaltabb hagyományőrzőkig táncolnak a tagjaink. És föl szeretném sorolni a csoport neveit, tehát az ovisok a pöttömök, a kisiskolások a barkócák, a nagyobb iskolások a berkenye, aztán jönnek az ifik, a felnőtt csapat, és mint ahogy említettem, a hagyományőrzők. Az ünnepi műsorban valamennyi csoport bemutatta egy vagy több koreográfiáját, melyek Kistarcsa és a környékbeli települések, valamint a Galgamente táncaitól kezdve a mai Magyarország tájegységein át a történelmi Nagy Magyarország vidékeire is elkalauzolták a nézőket. A gála műsoron az együttes 3 teljesen új koreográfiát is eltáncolt, melyeknek színpadra állításában olyan neves vendégkoreográfusok is segédkeztek, mint Gyémántcsontos Lívia, aranygyöngyös táncos, a népművészet ifjú mestere, Gyémánt Ádám, aranysarkantyús táncos, aki szintén a népművészet ifjú mestere, és Sikentánc Szilveszter, az Állami Népi Együttes volt táncosa, a Rákospalotai Szilas Néptánc Együttes művészeti vezetője, valamint a Százhalombattai Forrás Néptánc Együttes tánckar vezetője. Pannónia Néptánc Együttes gála műsorán a talpalávalót Samu Zoltán és bandája, illetve a Berka Együttes húzta.
Az előadásról készült felvételünket teljes egészében megtekinthetik a Régió Plus televízió műsor kínálatában.